Sziasztok, Vimi vagyok, ez pedig egy újabb barangoló videó itt a fülelőn. A mai állomásunk egy teljesen impulzív jegyvásárlás volt, nem terveztük az egészet, míg meg nem láttuk azt, hogy mégis ki lesz az előzenekar. Szerintem a póló mellő árulkodó, úgyhogy a mai állomásunk nem más lesz, mint egy Down for Whatever Frog Leap. Eléggé kíváncsiak leszünk mind a kettőre, mert a Down for Whatever egy olyan zenekar, ami szerintem 2020 egyik legjobb metal albumát hozta ki itt Magyarországon. Persze ez Kikinek a véleménye, mármint nem, ez nem Kikinek a véleménye, ez a mi véleményünk. Nem fogom tagadni, hogy mi igazából tényleg a Down for Whatever miatt megyünk el, de azért, ha már ott vagyunk, egyértelműen meg kell nézni a Frog Leapet, mert Leóról sok mindent lehet mondani, de az, hogy tehetségtelen, az biztos nem. Tehát egy nagyon-nagyon értékes zenész, és nagyon-nagyon sok hangszerhez ért, viszont nekem egy kicsikét, hogy mondjam, a Frog Leap olyasmi, mint egy B-oldalas tribüzenekar. Egy bizonyos idő után a dalaikban már érezhető az, hogy mintha egy kicsikét saját magukat próbálnak másolni, viszont élőben attól függetlenül még nem láttam őket, és nem szeretnék róluk úgy véleményt mondani, hogy nem hallottam, hogy mégis mit tesznek le élőben az asztalra. This shit!
Hát srácok, ez egy nagyon-nagyon-nagyon vegyes este volt. Kezdjük azzal, hogy kiemeljük a Barbanegrát, mert Budapesten még mindig szerintem az egyik legjobb szórakozóhely és a legjobb koncerthelyszín a Budapest Park mellett, viszont van valami, ami jobban működik, mint a Budapest Parknál, és az egyik a beengedés. Mert a Budapest Parknál nagyon-nagyon erősen rámennek arra, hogy túlságosan megmotoznak, körülbelül legapróbb, legkisebb láncot is levetetik rólad, illetve ott a jegybeolvasással is vannak problémák, viszont ez a Barbanegrán nincs meg. A másik, ami nagyon-nagyon tényleg mindenféleképpen a Barbanegra felé húzza azt a mérleget, az nem más, mint az árak. Valljuk be, nagyon-nagyon sokan sok felé megfordulunk, viszont a Barbanegra Pesten szerintem a legolcsóbb szórakozóhely ilyen téren. Tehát az, hogy nem egy rövidet, nem egy sört megveszel, és nem hagyod ott a pénztárcádat, valljuk be, egyáltalán nem hátrány. És nyilvánvalóan nem azért megyünk mindannyian, hogy alpári mocsok részegek legyünk, de ha esetleg igen, akkor erre is a legjobb helyszín még mindig mindenféleképpen a Barbanegra. A másik, ami a Barbanegra felé húzza a mérleg nyelvét, az nem más, mint a hangosítás. És ezt kikiék szintén megmutatták most. A Done for Whatever iszonyatosan jól hangzott, nagyon-nagyon jó volt a látványvilág, egy nagyon-nagyon erős setlisttel jöttek, bár meg kell vallanom, hogy elég kevés időt játszottak, viszont azt az időt maximálisan kihasználták. A Done for Whatever az egyik olyan magyar zenekar, ami maximálisan kihasználja a színpadot, kihasználja annak lehetőségeit, illetve megszólítja a közönségét, és fel is ismeri a közönségét. Ez egy nagyon-nagyon plusz pont. Kikiék tudják, ki az a kemény mag, az az igazi Done for Whatever és Brotherhood, akik majdnem minden koncertjükön ott vannak, és ezt jó látni az arcukon, hogy hé, téged ismerlek, és felismernek, és közvetlenek, és normálisak, és aranyosak, és imádnivalóak. És közben letépik az arcodat. Az a zuhanás, amit ma is átéltünk velük, az tényleg leírhatatlan, és pontosan ezért szeretjük őket. Viszont most fog jönni a de. És egy olyan de fog következni, ami miatt nem biztos, hogy szeretni fogtok, vagy éppen utálni fogtok, és nagyon sokan utálni fognak, de mindig felvállaltam a véleményemet. Nyilvánvalóan nem a Froglip miatt vettük a jegyünket, de attól függetlenül úgy voltunk vele, hogy oké, megnézzük őket, megadjuk nekik az esélyt, attól függetlenül, hogy mégis mennyiszer hallgattuk őket. Viszont ez a koncert maximálisan megerősített minket abban, hogy mi miattuk nem fogunk koncertjegyet venni, maximum az előzenekar miatt. Hogy mondjam, az egész estének nem volt másabb hangulata, mint sem egy házi buliban a haverokkal beraktuk volna pár YouTube videójukat, vagy mint egy harmadgyenge Lithium Knight-on éltük volna át az egészet. Tehát a metal coverekkel nincsen probléma, de én nem gondolom azt, hogy ez valóban egy ilyen jegyár mellett színpadra való. És a koncert kiábrándító volt. Az egész látványvilág egy darabig, egy-két percig poénos, vicces. Van egy össze-vissza ugrándozó nyúljelmezes pasas, van egy jól kinéző női énekes, akit meg kell jegyezni, hogy a hangosítása is pocsék volt, és a hangja sem volt az, amit én vártam volna, sőt, illetve a saját látványviláguk konkrétan nem volt más, mint hogy kétszer-háromszor bekapcsolták a pirotechnikát, illetve a szikrákat, és azon kívül a mögöttük lévő kivetítőn a saját YouTube videóik mentek. És ezért a jegyárért, őszintén szólva, én tényleg sokkal, de sokkal többet vártam volna tőlük, mert jó zenészek, jó az, amit csinálnak, de valahogy ez szerintem nem színpadra való. Abszolút nem színpadra való az, hogy leadják a dalaikat, és amúgy azon kívül nem hallasz más, mint sem, hogy 0-0-0-0-0-0-0-0-0, illetve a gitárszólók is, ha egyet hallottál, akkor mindet hallottad. Nagyon-nagyon-nagyon B-oldalas tribut estje volt annak a fellépésnek, amit a Froglip most itt lenyomott, és nem tudok nyilatkozni ahhoz képest, hogy annó miket nyomtak le, de hogy én ezért nem fizettem volna annyit, amennyit, az biztos. Kíváncsi leszek, hogy innen
hogyan mennek tovább, és mi az, amit esetleg később letesznek az asztalra, és nyilván lehet mondani azt, hogy akkor én tegyek le többet az asztalra, de én, mint sima botfülű hallgató, nekem ez az egész este nagyon-nagyon fura volt. Sem a látványvilággal nem fogtak meg, sem a hangzással, és úgy nagyjából semmivel. A hangosításuk is sokkal, de sokkal hitványabb és silányabb volt, mint amit a Down for Whatever-ről hallgattunk. Tehát a Down for Whatever tűéresen, normálisan hallgatható volt, pontosan ugyanazt az album minőséget kaptuk vissza, mint amit annó is hallgattunk, illetve amit tavaly augusztusban is hallgattunk a koncerten. Tőlük ez már megszokott, és nem elvárt, de megszokott, és hallgatható, normális, értékelhető minőség. A Frog Leap, komolyan mondom, tényleg inkább hallgassátok YouTube-ról, élvezzétek, éljétek, akinek bejön, bejön, de engem abszolút nem fogtak meg. És biztos, hogy még egyszer nem élném át ugyanezt. Vagy legalábbis nem így. Mert tényleg ugyanolyan volt, mintha egy koncerten ott lennél a parkban, véget ér a koncert, és csak úgy megy melletted a Lithium Knight. Mert abszolút ugyanaz volt a hatása. Egy nyújjelmezes csávó ugrált a színpadon, mellette négyen ott álltak, de ez nem tett hozzá semmivel sem többet, azon kívül, hogy hallod. Egy kicsikét kiábrándító volt még a közönség is, mert még a Down for Whatever-en láthatóan az emberek élvezték és élték a koncertet, élték a műsort, addig Frog Leap-en több helyről is nézve nem láttam más, mint sem, hogy tényleg konkrétan 2 nézetméterenként csak egy telefon van a levegőben. Egy-egy megmozdulás volt, de olyan ugrálás, olyan közönséges ugrálás, hogy mindenki egyben, tényleg mindenki a zenéért ugrálna, olyat nem nagyon láttam. És nyilván ez a közönségnek az átlag életkorán is meglátszott, tehát azért a Down for Whatever és a Frog Leap életkora között szerintem volt egy laza 20 év, de ez nem jelenti azt, hogy az egyik közönség rosszabb lenne, mint a másik, csak kiábrándító még középkorú fiatalként is az, hogy az egyik koncerten tényleg a közönség éli a zenét, a másikon meg csak amúgy a telefonjukon keresztül nézik. És nyilván én is csináltam videókat, főként azért, hogy meg tudjam mutatni, hogy mégis milyen volt a koncert, de attól függetlenül én még mindig az a fajta ember vagyok, aki nem szereti annyira elővenni a telefonját, kivéve, hogyha vakúzni kell. De ez így önmagában eléggé kiábrándító, és visszasírom azokat az időszakokat, amikor az okostelefonok még nem voltak a mindennapunk részei, mert ott azért jártuk a koncertekre, hogy azt átéljük. Most én ezt nem igazán láttam. És sajnos ez nem csak a zenekar hibája, mert a legtöbb koncerten már ez van, hogyha igazából nem rakod ki a Zsinszta sztoritba, akkor ott sem voltál a koncerten, de nagyon-nagyon sok olyan embert láttam, akinek konkrétan másfél órán keresztül a kezében volt a telefon, és ez így elég fura. Konklúziónak hozzuk le azt, hogy a Down for Whatever koncertjének az elejétől a végig apait, anyait oda tett, és mindenki imádta, imádtuk, szeretjük. Bár a 45 perces átállás a 2 koncert között az egy igen erős volt, mert ennyit még Wackenen sem tapasztaltunk, és nyilvánvalóan a Frog Leap-ék késtek, és csúsztak, és közben megfagytunk. Tehát már a közönség nagy része át volt fagyva, átázott a fenébe, mert a Down for Whatever előtt egy igen erős esőt bekaptunk, és hát nyilván nem volt nagyon hova vonulni, főleg nem annak, aki az első sor tartani akarta, köztük mi is, de ez megérte. Tehát a Down for Whatever közepéig, végéig nem fáztunk egy pillanatra sem. Illetve az volt még furcsa, hogy a Down for Whatever sokkal jobban kihasználta a pirotechnikai adottságokat is, míg a Frog Leap elvileg headlinerként egyáltalán nem. Tehát 2 vagy 3 számon kaptunk pirotechnikát, azon kívül inkább a látványvilág volt az, ami úgy nem volt. Tehát az, hogy a kivetítőjük ment a YouTube dalaikkal, illetve a YouTube-os klippekkel, egy-egy füstgép és a lámpák. És ez így kifújt. Persze nyilvánvaló, hogyha te élvezted a koncertet, akkor várjuk a véleményedet kommentbe, és nyilván nem jelenti azt, hogy tévedhetetlen vagyok, de én számomra ennek az esélynek a koronázott királya is egyértelműen a Down for Whatever. Ha bármi véleményetek van, tegyétek ide kommentbe, aztán pedig jövő héten jelentkezem egy újabb videóval, ahol nem máshová látogatunk el, mint ugyanezen a színpadra,
csak most a Király Halottal és az AVS-sel. Sziasztok!